Hello, szevasz, üdvözlöm mindenkit ezen a szép napon, reggelen, délutánon. Ahogy látjátok, vagy láttátok, lehet, hogy most már kiderült a címből, hogy nincs internet. És mivel nincs internet, ezért ma nincsen rendes videó. De van ilyen rövidebb videó, úgyis ez a videó telefonon keresztül készült, tehát ezt a videót megpróbálom feltölteni a telefonon keresztül. Ugye szoktam mondani, hogy szombatonként, vasárnaponként, de amikor mondom, hogy van videó, akkor van videó, akármi van, és nem tudok feltölteni. Mutatom, hogy mi történt. Mutatom, itt a modem, elment az internet tegnap este, látom, inkább délután olyan 3 óra körül, itt villog, hogy nincs internet. És azóta nem jött vissza, felhívtam őket ugye tegnap délután, mikor elment rá egy órára vagy kettőre, és azt mondták, hogy fogalmak sincs, hogy mi a baj, tehát holnap reggel valaki kijön és megnézi, hogyha meg tudja csinálni, akkor lesz internet, hogyha nem tudja megcsinálni, akkor majd visszajön valamikor. Az a baj ugye, hogy megyünk nyaralni, és mi nem fogunk itthon lenni. Tehát, hogyha vissza kell jönni és valamit kell csinálni, nem leszünk itthon, és nem lesz internet. Egyelőre olyan internet van a házban, mutatom. Ez a rendes internetünk. Ez pedig egy olyan internet, ami jön ezzel az internettel, ilyen mobil internet. Tehát, hogyha elmegy az internetünk, akkor mobil internetünk van. Tehát értitek, mit mondok. Ami jó, ugyanis tudok YouTube-ot nézni rajta HD minőségbe, tudok netezni rajta, nem olyan túl gyors az internet, de legalább YouTube-ot tudok rajta nézni rendes ilyen HD-s minőségbe. Egy a baj, amit nem tudok csinálni, nem tudok feltölteni. Ugyanis a feltöltés, nem tudom, hogy miért, de rettentő lassú, tehát a videót nem tudok feltölteni. Ezért gondoltam, hogy a telefonon, ugye a telefonon keresztül azért elég gyors az internet, a feltöltés és a letöltés is, és egy ilyen rövid videót megosztok ma, és a telefonon keresztül feltöltöm. Hogy mikor jön vissza, nem tudom, remélem, hogy holnap visszajön az internet, és ugye fogok tudni feltölteni. Gondolkoztam rajta, hogy amíg elmegyünk nyaralni, addig is töltök fel videót majd ugye, abban az egy vagy két hétvégébe, de hogyha nem lesz internet, lehet, hogy ezt nem fogom tudni megtenni. Aztán, amit akartam mondani még, többen kérdeztétek, hogy mikor lesz ilyen kérdezfelelek videó, úgyhogy arra gondoltam, hogy ide a videó alá, hogyha valakinek van valami kérdése, nyugodtan írjátok meg, és a következő vagy valamelyik videóban ezekre megpróbálok válaszolni, ugyanis rettentő sokan kérdeztétek mostanában ugye megint, hogy mikor lesz ilyen kérdezfelelek videó, úgyhogy gondoltam, hogy a jövőben valamelyik a következő videóban vagy azután, amit lesz internet ugye, tehát meg elkészítem ezt a videót. Gyakori kérdések ugye... Szoktam mondani, ismétlődő kérdésekre nem szoktam ugye nagyon válaszolni, ugyanis 19 volt, amikor ide kiköltöztünk, a Lucas, a Davis ugye az én fiam, a feleségem az én feleségem, meg mi szokott ilyen lenni, ugye szüleimmel jöttem meg az öcsémmel, tehát na mindegy, valakinek valamilyen kérdésre nyugodtan írjátok meg ide a videó alá. Várjál, megcserélem a kezemet, ugyanis nehéz a telefont tartani a bal kezemmel, ugye szoktam mondani. Na mindegy, ami épp, hogy csak hazaérkeztem, ez a mai videó, tehát ma nálunk mi van? 10-e van, ugyanúgy, mint nálatok, vasárnap van, nemrég értem az a munkából, épp, hogy csak megzvonyoztam magamat, ebédelni még nem ebédeltem. Gondoltam, hogy hát, ha nem is gondoltam, reménykedtem, hogy visszajött az internet, de nem jött vissza. És az elmúlt 2-3 hétben ilyet csinált, hogy elmegy az internet, visszajön az internet, de talán úgy elment, hogy nem jött vissza. És fogalmuk sincs, hogy mi a baj. Na mindegy, nem vagyok, nem olyan... Na, nem túlságosan örülök neki, ugyanis nem tudok feltölteni. Meg a letöltés is nem a legjobb. A feleségem az éppen készülődik ott bent. A Davis meg nem más csinál, mint játszik. Szervusz! A Davis egy kicsit nátás lett, képzeld el. Pár nappal ezelőtt elkezdődött a náta, és tegnap este ide ért a náta. Ja, a Legóval játszunk. Gyönyörű! Aztán, amire akartam még gyorsan válaszolni, ugye múltkor kérdeztem, hogy mi legyen az iPad-del, kisorsoljuk, vagy mit csináljunk vele, és 90%-ban, 95%-ban azt írtátok, hogy sorsoljuk ki, ugye ez a sorsolás meg fog történni, valószínűleg miután visszajöttünk ugye a nyaralásból. Többen írtátok, hogy ne sorsoljam ki, mert ugye senkinek nem kell törött iPad, meg miért kéne törött iPad-et kisorsolni. Nem kell kisorsolni, de mivel többen mondtátok, hogy valakinek ugye adjam oda, úgyhogy arra gondoltam, hogy én kisorsolom. Hogy hogyan, azt még nem tudom. Majd elgondolkodunk rajta, valakinek van valami ötlete, azt is nyugodtan, hogy megírhatjátok. Többen mondtátok, hogy ne a Facebookhoz legyen közel, vagy az Instagramhoz, mert ugye nincsen. Majd valamit kitalálok, hogy hogyan legyen ez a sorsolás. Úgyhogy azt hiszem, hogy ezt a mai videót én itt most befejezem, és nem akarom olyan túl hosszú, hogy ezt a videót még fel is tudjam tölteni. Jelenleg mi nálunk, hány óra van, mondom, 1 óra lesz 3 perc múlva. Hogyha minden igaz, egy... Ja, ezt videót meg fel tudom tölteni a telefonon keresztül egy vagy két óra alatt, valószínűleg, legalábbis nagyon remélem, és ma még meg fogom tudni veletek osztani, tehát ezért nincs ma rendes videó, ugye az internet miatt, de reméljük, hogy holnap meg fogják tudni csinálni. Hogyha mégsem, és nem lesznek videók, még ellen megyünk nyaralni,
akkor amikor visszajövünk addigra, addigra csak meg tudják csinálni. Lehet, hogy nem is nálunk van a gond. Múltkor itt szerelték az internetet itt a ház előtt, képzeld, de lehet, hogy elvágták a kábelt. Bár az pár napja volt. Mit? Ja, help you. Na, segítek én a Davisnek játszani. Úgyhogy ha valakinek van valami kérdése, ide a videó alá írjátok meg, és majd válaszolok valamelyik videóban benne rajta. Úgyhogy mára ennyit, mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni, attól függ, hogy mikor nézitek, hogy szoktam mondani. Sziasztok!